Őszintén remélem, hogy mindenki átérzi, hogy sokféle módon és cselekvéssel viszonyultunk az elmúlt 30 évben a szülőföldünkhöz, múltunkhoz és értékeinkhez. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Gesztesi Jenikő elnök a Tolna megyei Egyedantal Honismereti Egyesület fennállásának 30. évfordulójára megrendezett tanácskozást, melynek keretében számot adtak az elmúlt 5 esztendőben végzett munkáról, valamint átadták a névadóról elnevezett díjat is, melyet idén 2 bonyhádi helytörténész, Stejb György, aki többek között a bonyhádi Zománc gyár múltját dolgozta fel, és Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Völgységi Tájkutató Alapítvány és a Völgységi Értéktár Bizottság elnöke lehetett át. Mindenki a másik vállán áll, tehát a generációk követik egymást, de ezek a fiatal generációk, akik most ébrednek ugye tudatukra, nekik nagyon fontos az, hogy tudják, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, mik vagyunk, és azt hiszem, hogy ez talán a leglényegesebb az identitásnak a megélésében, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk. A Honismereti Szövetség országos elnöke Debreceni Dropán Béla arról szólt, a helytörténeti kutatás eredményei a történelem egy fontos szeletét tárja a szemünk elé, de emellett jelentős gazdasági haszna is van egy térség számára, ha ezt felhasználja például a turisztikai koncepcióiban. Nagyon változatos ez az értéktár, nagyon sok minden a miénk, és ezt kell megérteni, hogy a miénk. Nem a nagyszüleinké volt csak, meg az őseinké, hanem a miénk is. És ha ezt át tudjuk adni, én úgy gondolom, hogy akkor közösségileg, de egyénileg is többek tudunk lenni. A résztvevők kezükbe vehették a szövetség hivatalos kiadványának, a Honismeretnek legújabb példányát, mely kiadvány ebben az esztendőben ünnepli 50 éves évfordulóját.